A politikai intézményekbe vetett bizalom jelentősen visszaesett az elmúlt egy évtizedben Európa szerte. Ez derül ki a Political Capital friss kutatásából. Azonban az unió intézményeivel kapcsolatban még mindig erősebb a bizalom, mint a nemzeti kormányokkal szemben. A bizalom leginkább azokban az országokban csökken, amelyeket a gazdasági válság és annak következményei a legsúlyosabban érintettek. A menekültválság egyébként tovább erősítheti a bizalomvesztést az unióban. Tehát a Political Capital legfrissebb tanulmányáról beszélgettünk, a politikai bizalom természetét és változását vizsgálták. Rekó Péter a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ez leegyszerűsítve arról szól, az én konyha nyelvemre fordítva, hogy a politikai bizalom az iszonyúan megkopott, mert hogy az emberek azt gondolják, hogy ez lopott, ez lop, ez pedig majd lopni fog, és pusztán annyi a különbség, hogy ki többet, ki kevesebbet. Nagyon leegyszerűsítettem, tudom. Ha röviden összefoglaljuk, akkor nagyon valóban erről van szó. Azt vizsgáltuk, ez egy Európai Uniós tanulmány, hoztam bőle egy példát, hogy láthassák a nézők is, hogy nem blöffölök, tényleg elkészítettük. Pedig azt gondoltuk, igen. Angol nyelv a tanulmány. Mindjárt egy disznónál nyitottam ki. Ez mi? Arra egy kicsit később majd beszélek a disznóról. Nem, látom. Az nem a tipikus kép, ami a tanulmányban van, de megmagyarázom, de hogy mi ki? A lényeg. Az a disznó az valójában egy fa disznó, egy faló, a trójai faló. Nyúlról már hallottam. Az a trójai faló, amin keresztül az iszlám állam a menekült áradaton keresztül bejutatja a saját embereit Európába. Ez egy nagyon jellegzetes narratíva, ami a menekültválság kapcsán az összeesküvés elméleti értelmezésekben gyakran megjelenik Európa szerte, és mert alapvetően azt mondjuk, hogy az egyik komoly fenyegetés most a jövőre nézve az, hogy az Európai Unióba és az Európai Unió intézményeibe, illetve az Európai Unión belüli országok tagállami intézményeibe, parlament, kormány vetett bizalom, ami alapvetően az elmúlt egy és az elmúlt két évtizedben jelentősen visszaesett, tehát nem csak a válság miatt, az tovább zuhanhat, többek között a menekültválság hatására. Alapvetően azt látjuk, hogy a menekültválság az egy olyan szintű elburjánzásához vezetett az összeesküvés elméleteknek, ami kiválóan mutatja azt, hogy alapvetően a politikai vezetőktől szinte minden rosszat feltételeznek az állampolgárok, mindenféle sötét erőkkel játszanak együtt, tudjuk azt, hogy háttér erők irányítják a menekültválságot, és minden mögött általában azt feltételezik, hogy vannak a döntéshozók, akik alapvetően gonoszak, és ők azok, akik csak a saját érdekük. De ez már én azt gondolom, hogy valaminek a következménye, tehát egy hosszabb folyamatnak, hogyha valaki azt mondja a kedves állampolgároknak, bármely országban, hogy a menekültek emiatt, az ember miatt jönnek Szíriából, Afganisztánból, százezrével, mert ezt a politikust Amerika lepénzelte, és ezt gondolkodás nélkül százezrek vagy akár milliók hiszik el ezt az állítást, ennek kell, hogy előzménye legyen. Tehát, hogy nem lehet egyszerre hétfőről kedreggelre butítani a népet, meg kellett dolgozni azért, hogy egy ilyen állítást azonnal be tudjanak fogadni. Természetesen azt látjuk, hogy rendkívül fogékony Európa szerte a közvélemény azokra a magyarázatokra, amik arról szólnak, hogy alapvetően a politikusok csak saját önérdeküket képviselik, illetve különböző összeesküvésekbe mehetnek bele. Ugyebár amikor van egy válsághelyzet, akkor a politikus általában azt a játékot játsza, hogy a legkönnyebben támadható ellenfélre tolja át a felelősséget. Most a menekültválság kapcsán ez egész egyértelműen az Európai Unió, amit részben azt egyébként hozzátehetjük, hogy joggal okolható például azért, hogy nem kellően gyors a döntéshozatal, nem kellően hatékonyak a megoldási javaslatok, de összességében véve azért, hogy sok tagállami hiba is van, de sokkal egyszerűbb mindig az Európai Uniót hibáztatni. Amit mi találtunk, az az, hogy 2007 óta, válság
kezdete előtti időszakhoz képest gyakorlatilag egyharmadával esett vissza az Európai Unióba vetett bizalom. Az EU-s állampolgárok 60%, ezek Euróbarométer kutatások, mindenki számára hozzáférhető, saját elemzéseket végeztünk rajtuk. 60%-a volt az állampolgároknak, aki bízott az Európai Unióba 2007-ben, most 40%, és ez a 40%, ez már úgy 40%, hogy az utóbbi majdnem egy évben volt egyfajta felívelő tendencia, amiatt, mert hogy a válságból némileg kezdett kilábalni az Európai Unió, miatt arra számítunk, hogy a migránsválság ez újra visszalökheti. Viszont az érdekes a tanulmányokban, több minden más mellett, hogy még ennek ellenére is, hogy az Unió intézményeibe vetett bizalom már jó néhány éve csökken, még ha most egy kicsit fel is ível, de arra számítunk, hogy ismét csökkenni fog, viszont még mindig erősebb és magasabb az uniós intézményekbe vetett bizalom, mint a nemzeti kormány és parlamentekbe vetett bizalom. Ezt mi indokolja? Egészen pontosan. Gyakori az az értelmezés, hogy ugyebár a fő probléma az Európai Unióval van, hogy nem kellően demokratikus a működése, hogy átláthatatlan, hogy bürokratikus, stb. És a választópolgárok egy jelentős része osztja ezt a véleményt. De úgy látszik, hogy ez sokkal jobban oszt hasonló véleményeket a nemzeti kormányok és parlamentek esetében. Még mindig azt látjuk... Tehát megvan a kis hazai csetepatéja? Igen, én azt gondolom, hogy minél közelebb van az állampolgár valami intézményhez, sajnos módon annál kevésbé bízik benne. A legbizarabb eredménye a kutatásban egyébként az, hogy a legkevésbé azokban az intézményekben bíznak az állampolgárok, amelyekre egyébként az adott tagállamban közvetlenül szavaznak. A nemzeti parlamentek és a politikai pártok közvetlenül szavazhatnak rájuk, és a legkevésbé bíznak bennük. Olyan intézményekben, mint a rendőrség, mint a hadsereg, meg egyébként például a rádió, rendkívüli módon bíznak. A különbség az, hogy az előbbi az... A rádió az úgy jött ki, az Európai Unió állampolgárai rendkívül módon bíznak a rádióban, nem kell ezt az eredményt túlértékelni. A lényeg az, hogy akit közvetlenül választunk, abban még sokkal kevésbé bízunk. És az Európai Unió azzal együtt, hogy milyen sok kritika tárgya, szerintem egyszerűen azáltal, hogy egy némileg távolabb van az állampolgároktól, talán ennek a bizalomvesztésnek még mindennel együtt kevésbé volt szenvedő alanya, mint a nemzeti kormányok. Érdekes, köszönöm szépen, hogy itt volt.